Szép jó napot kívánunk minden kedves nézőnknek! Itt is vagyunk a világbajnokság 6. napján. Kérem szépen, a 4. mérkőzésnél járunk, a C csoport van ma a reflektorfényben, és az H2K fog összecsapni az SK Telekom T1 gárdájával. Jó magam, Talatosz vagyok, közvetítő társam pedig Tarcik. Sziasztok! Ismét üdvözlök minden kedves visszatérő, vagy újdonsült nézőt. Így van, H2K, SKT. Hát, ha a világbajnokság előtt megkérdeztek volna, hogy melyik csapatnak mennyi esélye van a győzelemre, én azt mondtam volna, hogy akár még egy kiegyenlített mérkőzésnek is a szemtanúi lehetünk, mert míg az H2K egy felívelő pályát mutatott a korábbiakban, ahogy megszokottuk tőlük, addig az SKT inkább stagnált, és hozta tőle elvárható, győzedelmeskedett a mérkőzések túlnyomó többségében, de valahogy azért mégse tudtak újat mutatni. És ugye eddig Easy Hunnak még mindig nem adott meg a lehetőség, hogy bizonyítson, de az SKT már 4-szer győzött, és még egyszer se veszített, tehát már most már biztosan kijutó a csoportjából. Úgyhogy akár most már Easy Hun is játszhat, aki egyébként nem is az olyankor szokott bekerülni a mérkőzésekbe, amikor az SKT úgy gondolja, hogy erősebb vagy gyengébb ellenfél van, hanem minden egyes mérkőzésen váltották egymást a korábbiakban, és ahogy te is mondtad, így van, ezen a mérkőzésen most nem Faker lesz a középső ösvényes, hanem Easy Hun. És azért megjegyezném, hogy általában, amikor az ember arról beszél, hogy ha behozunk egy cserét, akkor mindig van egy ilyen negatív konnotáció ennek a szónak, hogy csere, hogy akkor valami gyengébb játékost hozunk be, aki ugye általában a kispadra szorul inkább, mint hogy a kezdőötösbe például bekerüljön. Hát pont Easy Hun az ember, aki szerintem bőven fel tudja venni a versenyt, még akár Fakerrel is. Tehát, hogy ő nem szeretnék jobbat kihozni közülük, mert egyértelműen Faker az, aki körül sokkal, de sokkal nagyobb például a rajongói tábor, de hogy Easy Hun is olyan dolgokat tud nekünk mutatni a mérkőzések során, amiket láthatjuk őt játszani, hogy ez le a kalappal előtte. Tehát, hogy bőven benne van ő is a legjobb középső ösvényes játékosokban. Más tudnak hozzátenni ők ketten a csapat teljesítményéhez. Tehát amíg Easy Hun egy kicsikét nyugodtabb, kiszámíthatóbb játékos, addig Faker egyszer csak azt mondja, hogy na akkor itt most csata lesz, és akkor távozik egy kettős gyilkossággal. Persze erre egyébként az ellenfél csapata is folyamatosan fel voltak készülve, ezért likvidálták őt már minden egyes csapatharc megkezdése előtt. Easy Hunra ugyanezt a figyelmet én nem várnám. Nem azt mondom, hogy nem kap rajta ütést, félreértés ne essék, én azt mondanám, hogy egy kicsit kevesebb figyelmet fog majd élvezni, mint amilyet ugye a középső ösvényes partnere kapott. És ugye a mérkőzés pillanatokon belül kezdődik is, de az előző H2K mérkőzés meccsre egy picit visszatérnék, tehát a Ryu számtalanszor ki volt már emelve, hogy a teljesítménye az hagy némi kívánnivalót maga után, de amikor a Bangkok Titans ellen próbált a torony alá érkezni, egyértelműen fellehető volt a kommunikációs probléma még mindig egyébként, pedig már mennyi, több mint fél éve erősíti az H2K csapatát, és hát azóta azért legalább annyira meg tudott tanulni, kommunikálni, hogy el tudja mondani, hogy srácok, megyünk, vagy hogy srácok, visszamegyünk. Talán most a visszapont lemerült. Na mindegy, értitek. Azt kell, hogy mondjam, hogy az H2K önmagában amúgy egy erős európai csapat. Tehát nem csak azért, mert hogy végezetül ők jutottak ki a világbajnokságra a két évad során nyújtott teljesítményük alapján, hanem egyszerűen az az összhang, amivel ők is rendelkeznek, és hogyha a kommunikáció jól működik, az mindenképpen a helyén van. Ráadásul például Odoamne is ugye elég jókat hozzá tud tenni a csapathoz. Nem csak Ryu központú az H2K, hanem a felső ösvényen is eléggé sokszor nagyon jó mozdulatokat lehet látni. De, hát mi történik a világbajnokságon? Hát Marin meg van kergőve. Tehát, hogy azt mondják az ellenfél játékos, ugye, hogy nem tudjuk, hogy mi ütött belé, de ütetett volna nagyobbat is, mert megvan teljesen őrülve tényleg Marin. Az a teljesítmény, amit ő le tud hozni mostanában, az képes volt a Faker fókuszt abszolút dekompenzálni. Hát az abszolút, nem feltétel nélkül értek egyet, de értem, hogy mire próbált szélozni. És pont ezért Ryunak ugye volt egy olyan megjegyzése még a VB megkezdésekor, hogy ha ő összekerül Fakerrel, biztos, hogy szedet fog játszani. Ez nem történt meg, és íme amikor megint volna lehetősége arra, hogy megmutassa, hogy bizony ő a jobb zedjátékos, akkor bedobják el a Easy Hun. Tehát ez még akár egy ilyen lélektani előny is lehet az SKT számára, Ryut megfosztják a revans lehetőségétől, de térjünk vissza a mesre. Ugye mondtad, hogy Marin a felső ösvényen, Marin,
de vele szemben egy Oda Amne lesz. És ha azt kéne mondani, hogy melyikük a jobb játékos, erre a választások után tudnánk csak biztosat mondani, mert... Fontos, hogy kinek milyen hős. Eddig Marin bármivel jött azzal aratott, Oda Amne pedig jött sok mindennel, és volt sikere is. Ha értitek a különbséget. Abszolút, és... Hát meg kell azt jegyezni, hogy az H2K csapat, amit mutatott a Bangkok Titans ellen, az valójában őszintén nem annyira releváns, mint amit mutatott az EDG és az SKT-vel szemben a múlt hét folyamán. Tehát, hogy vannak azért problémák az H2K oldalán, és ehhez például hozzájárul az, hogy Ryu ugye nem nagyon tudott kibontakozni, tehát, hogy viszonylag alacsony KD-val jött bele ezekbe a játékokba, tehát nem jött bele ezt, ezt ő maga csinálta, ugye ez nem lett, ezt ő csinálta. Tehát, hogy a középső ösvényen nem annyira sikerült általánosságban érvényesülni az éjszukének, és ráadásul Rulex Csungere is, hát hogy is mondjam, hagyott némi kivetni valót maga után. Még ezzel szemben, ha például megnézzünk egy SKT-t, akkor a középső ösvényen Faker még akkor is rengeteg sebzést tudott kiosztani az ellenfél hőseire, hogyha folyamatos fókusz alatt állt. Persze ez azért a választások miatt is van, tehát egy rájzzal, ha rád mennek öten, akkor tudsz a legtöbbet sebezni. Márpedig Fakerre folyamatosan öten mentek. Ryu pedig úgy tűnik, mintha inkább a csapata érdekeit helyezni előtérbe, és nem a saját választásait, mert az ő legelőnyösebb karakterválasztása az Fizz. Ezzel nem kell, hogy jó legyen a kommunikáció, elmegy szépen az alsó ösvére, megveszi a varázssebzését, aki esetleg érkezik őt megállítani, azon átgyalogol, ha küldenek még valakit, akkor azon is, és a csapata közben azt csinál, amit akar. És ugye a maradék négy játékosra megkül együtt tud kommunikálni, hiszen ők beszélik az angol nyelvet, Ryu pedig még mindig csak töri. Viszont a tiltási fázis megindult, és Easyhun ellen ott is van az első tiltás, aki nem más, mint Azir. A Morvét szerintem ki se kell, hogy emeljük, érkezik egy papírforma tiltás. És egyébként az előző mérkőzésen is Azir után a Rek'Sai tiltás volt a következő. Amivel pedig a dzsungelt szeretnék valamilyen úton módon visszafogni, viszont most az előtérben helyezett dzsungelesek között kevésbé előnyös pozícióban helyezkedik el Rek'Sai, mint például Gragas vagy Alice. Ne felejtsük el, hogy Alice-t is kitiltják, és olyan miért tiltja ki az H2K? Hát Lulex. Láttuk jól, hogy nagyon favorizálja azt a bizonyos Gragas-t, így úgy gondolják, és amúgy valljuk be őszintén általánosságban is, a Gragas mechanikája Rulexnek eléggé kifinomult, ha más nem a gyakorlatnak köszönhetően. Kevesebbet hibázik vele, illetve Lee Sin-t is szereti, ugye azt pedig a Bangkok Titans ellen láthattuk legutoljára. Az SKT részéről viszont Dengi lehet, hogy sokkal magabiztosabban tudja kezelni Rek'Sait, mint Alice-t. Rek'Sait és Alice-t, mint amennyire Lulex tudja ezeket a hősöket. Tehát sokkal jobb ezektől a hősöktől megválni, és inkább megvárni, hogy Bengi esetleg valami mást hoz. Persze egy Evelynt még hozhat Bengi, ami nem biztos, hogy annyira fekszik a mostani metába, de azért tud ő vele meglepetéseket okozni, hiszen 10-2 statisztikával rendelkezik a koreai bajnokságban ezzel a hőssel. Én azt mondom, dobjuk shootba az összes statisztikánkat, és nézzük meg, mire képes Lulex egy Amumuval. Én őszintén kíváncsi lennék egyébként erre a választásra. Ha már úgyis arról beszélünk, hogy Ryunak nem kéne csapatharcolni, akkor hozzunk egy csapatharcos dzsungelest. Ez viszont újféle taktika lehet. Ne az éstükének, de ugye Cassing ellen most nem volt fresh tiltás, és ez hát inkább egy előtérbe helyezendő választás. Amumut úgyse fogja elvinni valószínűleg az SKT. Ha mégis elviszi, akkor Nono megeszi a fülesét, vagy én nem tudom, viszont Marinnak. Szintén ezen a mérkőzésen is egy olyan felsősvényest oda ajándékozni, akivel sebezhet. Márpedig Renekton, Darius, illetve Grumble is ebbe a kategóriába sorolható. Az fájhat egyértelmű módon az H2K számára. Gnar még elérhető. Eddig Dariusra a legtöbbször őt láttuk válaszként, és Odamnének a Gnarja az erős szokott lenni alapvetően is. Nemhogy még esetleg egy Darius ellen jöhet, akit ugye folyamatosan lassíthat, ha pedig a közelébe ér, akkor annyi a dolga. Odamnek Gnarjának, hogy átalakuljon és CC-zzen. Ezen kívül pedig ott van megint Kalista, akit ma már kiemeltél, hogy annyira azért mégsem jó a győzelmi rátája ennek a hősnek. De ettől függetlenül Bank kezében úgy gondolja az SKT, hogy megfelelően fog szuperálni ez a hős. És valljuk be őszintén, hogy mivel még nem tudjuk, hogy milyen hősökkel az SKT, ugye a maradék három hőse mi lesz, ezért előfordulhat, hogy ez a Kalista
ez tényleg például olyan védelmet fog élvezni maga körül, amivel ki tud bontakozni és esetleg győzelemre tudja vinni majd a csapatát, de annyira véd meg a lövészet kompozíció ugye nem lehet, hiszen Lulu ki van tiltva. Az SKT jó volt tábor ráadásul, tehát ők azok, akik nem szeretnék hagyni az H2K-nek ezt az előnyt. Hát a Gnar választásról ennyit. Ugye Marin volt az, aki először megmutatta, hogy a Renekton mennyire jó lehet egy Darius ellen, Odamne pedig elismeri és aláírja Marin tudását, és ellene használja fel a saját fegyverét. Hibátlan, tökéletes taktika az H2K-től. A felsősvényes tudjuk, a dzsungeles tudjuk, és a támogató játékost már tudjuk. Az utolsó két sebzés hordozót pedig, illetve hát a két sebzés hordozó választást pedig meghagyja magának az H2K utoljára. Ezzel akár még Easy Hoon ellen is fel lehetne lépni, de ne felejtjük el, hogy utolsó választásnak általában a középsősvényest azért meghagyják a piros oldalról kezdő csapatok. Kalista és Braum. Ez viszont tökéletes kezdeményezést lehet. Nesze neked egy Evelyn! Csodálatos, azt kell, hogy mondjam, megjósoltuk, hogy érkezhet Bengi kezébe egy ilyen hős. Ki provokálta, valljuk be őszintén, az H2K ezt a választást tőlük, hiszen Rek'Sai és Eris után egy olyan magabiztos karaktert hozhatott el csak Bengi, ami nem biztos, hogy benne van annyira a metában, de magabiztosan tudja kezelni. Első választás a világbajnokságon az Evelyn Bengi részéről, és úgy általánosságban bárki részéről. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit sikerül belőle kihozni. Felveti azért ez a kérdést, hogy az H2K szerette volna, hogyha Bengi elhozza az Evelynt, mert ha igen, akkor nagyon-nagyon agresszív őrszemezést várhatunk tőlük. Nem feltétlenül kell a mindent látó őrszemek tömkelegével elárasztani az SKT dzsungelét. Az is elég, ha láthatatlan őrszemeket mélyen be a dzsungelbe helyezik el, ugyanis amikor ugye a kempeket szedi Evelyn, nem mondok újdonságot, akkor látható, és ezzel bizony folyamatosan lekövethető az ő mozgása. És ugye ez a kulcs, hogy unortodox őrszemezést kell alkalmazni egy Evelynnel szemben, hiszen ekkor tudod tényleg megfogni őt, de akkor viszont nagyon tehát, hogy meg kell mondani, hogy Evelynnek az igazi kriptonitja, hogyha ő láthatóvá válik, mert az a meglepetés, amit ő tud okozni, az nagyon fájdalmas. De ha ezt meglövöd, akkor annyira kevés távolság ledolgozó képessége van, hogy viszonylag könnyedén el tudsz általánosságba futni előle, de közben az H2K befejezi a hős választást. És érkezik Jinx, járnánk kezébe valami Twisted Fate Ryu mancsai közé. Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet a Ryu Twisted Fate választás látván, hiszen el lehet vele menni a felsősvény és teljesen egy idő farmolgatni. Ugye Split Push TF az életképes. Viszont ebben az esetben azt sem szabad elfelejteni, hogy ő is könnyen likvidálható, pillanatok alatt elolvad ez a karakter, illetőleg amikor szeretne esetleg a végzett képességgel érkezni és csapattársait megsegíteni, akkor viszont hát kulcsfontosságú lehet a kommunikáció, ami még mindig csiszolásra vár az H2K csapatában. De nézzük, hogy mire lehetnek majd esetleg képesek. Ugye Jinx jóval nagyobb eséllyel hozza a játék végső szakaszát csapata számára, mint egy Kalista. Viszont a kezdeményezés az Ácsi, bácsi, kalapácsi, nem tudtok kérdezni. Csapás fog érkezni a mostani mérkőzésre. Easy Hoon! Nem üvéskedik! Nem! Ez egy kartusz! Apa kezdődik! Nem mindegy, hogy az SKT hogy megy vele ebbe a mérkőzésbe, mert ha kikap az H2K ellen, akkor itt lehetnek gondok. De egy kartuszt elhoznak. Hát ez biztosan nem vicc, mert viccnek durva lenne. Úgyhogy innentől kezdve, az biztos, hogy az H2K-t nagyon meglepte ez a választás. Minket természetesen nem. Hát ha a választás nem is az, hogy leordítod a fejemet minden esetre, biztosan. De a mérkőzés ugye úgy folytatódik, hogy két kifárasztása van az SKT-nek, és egy sincs az H2K-nek. Tehát pozíciós előny az H2K-nél lehet, pláne 6-os szint fölött, amikor ugye még a végzet is elérhetővé válik. És Karthus alapvetően sem egy gyorsan elmozduló, túlságosan mobil és karakter, tehát... Én azt mondanám, hogy az SKT tisztában van azzal, hogy nekik annyira a csapatharc nem válik majd előnyükre a játék végső szakasza előtt, addig pedig valami lesz. És erre vagyok nagyon kíváncsi, hogy hogyan tudják túlélni egészen addig a játék kezdeti szakaszát. Esetleg majd Darius szeretnék egy kicsikét előkelő pozícióba juttatni egy-két rajtaütéssel, vagy az alsó ösvényen szeretnének aktívabbak lenni és tevékenykedni, hiszen erre is megvan a lehetőség, pláne egy Kalisztába. Ott ugyanis, hogyha 6-os szint
elérhetővé válik, onnantól kezdve folyamatos kábítások tömkelege lesz, meg még Gletscher, és mi egymás. De ne felejtsük el, hogy Evelynbe rengeteg sok sebzést tud szorulni, amit kiad magából nagy örömmel, akár mások számára is, de inkább itt tankosságra kell majd fókuszálni annak az Evelynnek, hogy legyen valami kis fal, amivel meg lehet védeni, akár Benget, akár Easyhunt, és ott van az a bizonyos Kalisztár kombináció, és hogyha Wolfot sikerül jól föl ellökni ugye a túlvilági hívás után, akkor nagyon szép felütéseket láthatunk, és esetleg ugye hátralökéseket is, mert ne felejtsük el, hogy így le tudja dolgozni a távolságot a túlvilági hívásnak köszönhetően Wolf, úgyhogy jó, a Kalisztár kombináció mindig is jó volt, de ahogy te is megemlítetted, az SKT-nek nagyon jól kell tudnia megvédeni a sebzéshordozóit. Legalábbis Kalisztát, mert ha esetleg még meg is halna az a középső ösvényes varázsló, onnantól kezdve is 7 másodpercig olyan mértékű sebzést oszt ki magába, pláne a játék végső szakaszában, amilyet csak szeretne, de erről már tényleg rengeteget beszéltünk. Én inkább arra leszek kíváncsi, hogy Bengi mennyire tudja majd az őrszemeket körbejátszani, ugyanis hát még mindig nem titok, várjuk a nagyon agresszív őrszemezést az H2K-től. Evelynnek a rák fenéje ez a megmozdulás, és egyelőre nem, fordítva történik, mert miért ne történne fordítva, amit megjósulunk, az nem úgy. Jaj, Riu rajta van a fárasztás, jó a villanás, ott van Bengi, és Bengi is jó, viszont a sárga kártya. De az első gyilkosságot megszerzi az SKT, kérem szépen a 100. másodpercben. Ez egy nagyon nagy löket lesz Bengnek. És ez egy első gyilkosság a lövésznek, nem túl pozitív az H2K-nek. Tehát kitépte valóban Riu-nak a lelkét. A teleportnak köszönhetően minden esetre vissza tudott érkezni a középső ösvényre úgy, hogy ne veszítsen jelentősebb mértékben tapasztalati pontot, avagy aranyat. És ezen kívül, hát nem igazán tudom, hogy ez mennyire fogja majd befolyásolni az ösvény teljesítményét Riu-nak. Hiszen azért az az egy halál, az sok, de ettől függetlenül még le lehet dolgozni, akárhogy is nézzük, hiába ment az első gyilkosságból jövő plusz arany Bengnek, lehet szépíteni. Ez a mérkőzés még nincs eladva, ne felejtsük el, hogy mit tud csinálni az EDG a Bangkok Titans-hez szemben a 20 percnél lévő 6000-es arany hátránynál. Pontosan azért, bocsánat, mert cipőt vásárolt meg előszörjük arra a Twisted Fate-re, szeretné folyamatosan kikerülni az aknákat, amiket ugye elhelyezhet ellenfele Easyhunt a középső ösvényen, de az a cipő nem tudta megmenteni az életét. A dzsungelben pedig egyelőre Bengi Evelynje az, aki gyorsabban tud haladni, ez számomra egy kicsikét meglepőbb, hiszen alapvetően az Gragasnak a területi sebzése az előnyt élvezhet még akár egy Evelynnel szemben is. Viszont ahogy te is mondtad, iszonyat mértékű tapasztalata van ezzel a karakterrel Benginek, és már meg is tudja magának vásárolni a harmadik percben az orvadászok Bengét. Ennek köszönhetően még egy plusz lassításra szert tud tenni a piros kiegészítésen kívül. Ezzel szemben a Vándorok útrőjét vásárolja meg Lulex, és ahogy mondtam, ezt lassabban képes véghez vinni. És ezen lehelletni lemaradás ellenére azért az SKT és az H2K gyakorlatilag túlságosan nagy különbség nincsen közöttük, ugye nézzük csak meg azért oda Anne és Marin a pár arcát. Már most látjuk azt, hogy Marin egy kisebb fajta farm előre tudott szerteni, de pont azért, mert nem volt oda Anne az ösvényen a játék elején, és érkezhet egy rajtaütés Bengitől. Riu lehet a fókuszban, ezen annyira nem lepődünk meg, hiszen Riu az most jelen pillanatban ugye nem rendelkezik villanással. Ugyan Easyhunt sem, de például Bengi igen, és hogy te is mondtad, neki már van extra lassítás is, ha úgy alakulna. Bengi pedig nem. Nem bukik le. Ez nem az az Evelyn, kérem szépen. Lulex pedig az besétál, igen. Leteszi ezt a mélységi őrszemet, majd belesétál egy szendvicsbe. Hoppá! Bengit észrevették jó közben a hordó is, de itt van Easyhunt és a pokoli aknák és minden egyéb. Nagyon szép kitérés közben Lulextől. Nem sikerül befejezni Lulexet. Micsoda játék, Riu lehet közben bajba. Bengi meghal! Riu elhozott egy gyilkosságot, de végül, mivel Marin tudott zárni időben, Odoanne viszont nem,
ezért egy-kegy gyilkosság történik a középső ösvényen, az alsó ösvényen folytatódik tovább az akció, Peng Jarnarra fókuszál, és nézzük csak, Wolfnak van kevés életre, ott az égetés, és Peng! Mekkora lövés, kérem szépen rá! Kimegy a fárasztás, Wolfnak nagyon kevés életereje van, de ott a gyógyítás, elmegy a villanás, Benget még elkapja Cussing, ez kérem szépen a haláltánca ennek a Thrashnek. Az ja. SKT három gyilkosságot hoz el másfél percen belül, még az A2K csak egyet. Arra minden esetre jó volt az időhúzás a Cussingnek, hogy ne kettős gyilkossággal gazdagodjon Bank, csak kettő gyilkossággal, ami ugye azért egy kevéske aranytól meg tudja fosztani az SKT lövészét. Kérdéses azért, hogy ezért egy villanást beáldozni mennyire éri meg. Cussing úgy gondolta, hogy ezt most bevállalja az Ioni, fénycipőt pedig Ryu időközben be tudta fejezni, és a visszajátszás során láthatjuk, hogy az A2K alsó ösvény párosa vállalja túl magát, még úgy is, hogy Wolf elrontja a porlasztás kombóját. A kitépés pedig éppen, hogy nem tudja befejezni járnát, egy vagy maximum két alaptámadás lett volna a híja ennek, majd utána Pierce, hát és egész egyszerűen átgyalogol járnanon. Közben amúgy azt látjuk, hogy sajnos Jarlannak az a lánycsapdája sem volt túlságosan jó helyen, ugye, és emiatt sikerült végül befejezni Bengnek és Wolfnak az A2K alsó ösvényét. Látjuk, hogy 1500-as aranyelőnyen rendelkezik most már az SKT, és ezt mind a gyilkosságokból tudta összehozni, mint pedig például a középső ösvényen lévő farm előnyéből. Szépen lassan, de biztosan szerzi a plusz aranyatat az SKT, és így bajban lehet az H2K, hogyha erre nem tud válaszolni még időben. Ha már úgyis a plusz aranyról beszélsz, Ryu ugyan farm lemaradásban van, de pont tegnap emelhettük ki, hogy neki van egy beépített kis passzív képesség, aminek köszönhetően minden elhozott minél után megkapja a plusz aranyat, ami úgy tűnik, hogy szükséges is. Wolf pedig kezdeményezne idő közben, de ez Cussing visszamozdulása tökéletesen meg is akadályozza. Aki egyébként szint hátrányban is van, ugye az első halálának köszönhetően. És a sebzés különbség lehet irtózatos jelenleg a két lövész között, hiszen egyrészt plusz mobilitása alapvetően is van Kalisztának, másrészt a Bilgewater is szabjából már életlopása is, amit még egyelőre nem mondhatunk el Jarnán Jinxéről, aki csak egy csákányt tudott egyelőre kiépíteni. Ugyanezt elmondhatjuk Odaemnéről is, tehát remélhetőleg legalábbis ő is vásárolni fogja magának első tárgyként az egyik hidrát, vagy a titát, vagy a vérszomjas. Azt látjuk, hogy Wolf is és Cussing is vándorolgat a dzsungelbe, ugye Cussing járnánt kísért el a krúgok elpusztítására, és közben Marint Odaemnek kóstolgatja, de azért óvatosan kell játszani. Ezzel a Marin ellen én is óvatosan játszanék, ráadásul ugye Darius az meg önmagában egy sebzés hordozó állat, így ennek köszönhetően meg kell gondolnod, hogy mikor kezdeményezel igazán. Shizu megkapja időközben a kék erősítést, amivel a pokoli aknákat folyamatosan tudja kiontani magából, és látjuk, hogy magában amúgy Karthus sohasem akkor sebes sokat, hogyha, tehát nem burst-je van úgymond, tehát nem nagyon rövid idő alatt sebes sokat, hanem folyamatosan sebes szépen, és ezt Easy nagyon jól kihasználta már az eddigi esetleges félcsapat küzdelmek során, tehát fókuszolni kell szegény, de még akkor is ott van a passzívja, aminek köszönhetően 8 másodpercig még a pályán van, tehát Easy tényleg egy olyan hőst választott magának, akihez ért, és akit nagyon jól fog tudni kihasználni, még ha őt fókuszálják akkor is. Érdekesség egyébként, hogy az első Evelyn Runa pallossal fog jönni, tehát van plusz sebzése, például a gyászcsapás, és közben jön amúgy a teleport, ne felejtsük el, a gyászcsapás még nem fejezte be Jarnat, ott van Bang, megérkezett Ryu is, Bang is bajba lehet, de itt van Easy Hun, meghal közben Bangi, Easy Hun még fókuszban lehetne, de el tud esetleg menekülni, micsoda robbanékony ordó Lulex-től, van-e követés, sárga kártya van Ryunál, elvillan időközben, megérkezik a teleport Marintól, és ez azt jelenti, hogy rá kell lépni arra a lükvercre, Mari megpróbálja befejezni Rulexet, de végül Bangnek sikerült. Bang! Nagyon szépen játszik, ugrál össze-vissza és sosincsen fókuszban, gyűjti a gyilkosságokat, és aranyeső az alsó ösvénye Bang javára az első 10 percben. 4-0-ás teljesítményével torony magasan uralja egyelőre legalábbis az idézők szurdokát, és az első tornyot a mérkőzésen be is tudja dönteni az alsó ösvényen, így átveszi a vezetést az SKT. Mostanra már egyébként 3000 aranyat tudnak vezetni, de ez jelentős részben köszönhető a kialakított farm előnyöknek,
Az alsós fiam például ez 30-ra tehető, középsős fiam pedig hát egy erős 20-as az, amit ki tudott egyelőre Easyhun alakítani, ahhoz képest, hogy első mérkőzése a VB-n jól teljesít. A gyászcsapás, ahogy te is mondtad, pont nem tudja befejezni Járnát, viszont a lánycsapda Wolf kezdeményezését tökéletesen meg is akadályozza, Odam nem be tud csatlakozni a lámpának, köszönhetően Ryunak ugye villannia kell. Az első gyilkosságot emberelőny miatt az H2K be tudja zsebelni, Odamne pedig bajban. Viszont érkezik Ryu is, Bengi lehet megint az, aki a rövidebbet húzza, de még időben elmenekül. Wolf elhasználja a töretetlen akaratot, Lulexet a toronnyal be lehet fejezni, ennyi menekülési képessége még egy Gragasnak sincsen! Sincsen! Marin elrontotta! Ettől függetlenül itt valami gond van. Marin hibázott, újra az egészet! Hát egy gyilkossággal megint az SKT gazdagodik, de hát miért ne gazdagodna? Hát akkora előnyük van, hogy... Vegyük szépen előről. Vegyük. A felső ösvényen. Az SKT-nek ott van három embere. Azt gondolják teljesen jogosan, hogy miénk a fölény, akkor csata. Erre az H2K zárja sorait. A végzetnek köszönhetően 3-3 lesz a kialakuló csata. Viszont miután ugye a villanások az SKT oldalról megvalósulnak, csak és kizárólag egy Alistar maradott. Alistart pedig nem szabad püfölni, pláne úgy, hogy a hatos szintet befejlődés van még neki, törhetetlen akarata, aminek köszönhetően, hát igen, egész egyszerűen megfejhetetlen az a tehén, és mégis megpróbálják őt megölni. Ez az, ami egy kicsikét nehezebben érhető. Ugye a ragyogását be tudta fejezni Ryu, azzal a Twisted Fate-tel közben hullámzik a tömeg, és nem tudjuk, hogy mi lehet a probléma jelen pillanatban. Egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan mi történik itt. De nincsen ezzel gond, ugye beszéljünk akkor szokásosan arról, hogy tényleg mi történt eddig a mostani mérkőzésen. Ezt kell, hogy mondjam, hogy amit az előbb is kiemeltem, hogy az SKT-t vannak a lövésze Bang, nagyon jól teljesít. Sikerül a csapatának megoldania, hogy ő hozza a gyilkosságokat. Ugye rögtön már a játék elején kapott egy hihetetlen nagy hátszeret. Annak köszönhetően, hogy ő lett az első gyilkosság, ugye ott Ryu hibázott gyakorlatilag, és jól válaszolt az SKT. De hogy az, hogy Bengit kezd el kanászodni, így pont lehet azt kompenzálni, amit pont még a hősválasztás során említettél, hogy Jinx nagyobb valószínűséget tudja lehozni a játék végső szakaszában a mérkőzést a csapata számára. Így viszont azért sokkal később jön el az a korszak, amikor Jinx úgymond szép magyarosan hiper-carrybb lesz, mint Kalista. Mire én a játék jelen szakaszában kíváncsi vagyok az az, hogy mennyire tudnak majd elbírni Odannéval. Hát egyelőre nem nagyon, szegénynek teljesen meg van halva igazából a számítógépen, hogy elnézzük, de ez nem jelent semmit. Mindenképpen igyekszik amúgy megoldani a Riot Games ezt a problémát. Feltétlenül valamilyen játéktechnikai gond volt, hiszen ugye, hát mindegy, megnézzük, hogy hamarosan írnak-e a kollégák ugye ott időközben, és van-e valami bónusz információnk az adott szituációban. Addig azt mondd el nekem, hányféle Karthus játékost ismersz? Mutass egy kettest, és megvan a válasz. Így van, kettőt halál pontosan, hiszen vannak olyan Karthus játékosok, Karthuszt mondtam, akik megvásárolják előre a könycseppet, ennek köszönhetően a játék végén egy középsősvényes hiper-carry-vé avanzsálódhatnak, és csak utána veszik meg a korok pálcáját, viszont úgy tűnik, hogy Easyhun kihagyja az extra mennyiségű, talán indokolatlan manát és tankosságot a játék végső szakaszára, inkább egy korokpálcát vesz meg korán, és így a játék középső szakaszában valamivel hamarabb válhat teljes mértékben hasznossá a csapata számára. Ezt láthatok egyébként a gyászcsapásban is, hiszen nem véletlen pusztító pálcát vett először. Azzal már a plusz sebzést ki is akarta aknázni az első végső képesség aktiválásakor. Az most részletkérdés, hogy nem teljesen jött ez számára össze. Ezen kívül pedig, amire kitértem az egyik csata megkezdése előtt, az volt Bengi, aki ugye azt hiszem 10-2-es teljesítményt mondta róla a kínai alapszakaszban Evelynnel. Ő megvásárolja majd a runapalos kiegészítést, amit eddig csak Eliznél láttunk ugye a világbajnokságon. És hát solo queue-ban, azt hiszem nem mondok vele újat, ez a karakter tud sebezni bőven, de hogy a világbajnokságon mennyire tudnak ellene játszani, mennyire tudják körbe játszani az érkezését, az az igazi kérdés. Most láthattuk, hogy egyelőre abszolút, de jól ki tudták játszani. Úgymond alapvetően azt a bizonyos Evelynt, hiszen
mindig ott van a rajtaütések során, és ő kezdeményez egy, de valahogy Bengi túlságosan ugye, úgymond papír karakter. Tehát, hogyha jön egy megfelelő válasz, akkor sokkal hamarabb kellemetlen szituációban találhatja magát, mint mondjuk egy Gragas. Hát láttattuk azt, hogy Dulex menekülése során is, ugye pont a játék megállítása előtt, mennyire sok időbe telt annak a három embernek, hogy gyakorlatilag befejezni, sőt, még a torony is lepacsizott Dulex-el és belelőtt kettőt. Na ez egy Evelyn esetében nem fordulhat elő. Sokkal hamarabb elpusztul. Egyelőre legalábbis, de hát nem tudjuk, hogy milyen tárgyakat fog még majd vásárolni. A parázsba elmondott Lulex minden esetre, hát szokásos módon már építgeti rendesen. A Bami parazsa ott is van rajta, és kihangsúlyozom még egyszer, vagy elmondom még egyszer, hogy azt tudjuk még csak, hogy Tiamat fog elkészülni a felsősvény és Renekton esetében a Damnénál, de hogy ebből vajon bekockáztat-e egy titánhidrát, vagy marad a vérszemélyes hidránál, ahogy azt egyébként Marin is tette a Darius összecsapásban, az már rajta múlik, és nagyon komolyan befolyásolhatja a játék végén a hasznosságát ennek a Renektonnak, mert azért az a plusz 400 életerő nem kevés, én azt mondom, ráadásul a titánhidra plusz életerő alapján adja meg neked a bónusz sebzést, ami nem kis szó. Egyáltalán nem kis szó, és így lehet kompenzálni ugye Renektonnak azt a hátrányát, azt a Lee Sin szindrómáját, hogy a játék későbbi szakaszába, még ha nem is válik feleslegessé, de mindenféleképpen sokkal kevésbé lesz jelentős tényező az adott mérkőzésben. Viszont mi most veszünk egy lélegzetvételnyi szünetet, mert úgy tűnik, hogy valami nagyobb probléma történt annál a bizonyos számítógépnél, úgyhogy át is adjuk az elemzőasztalnak a szót a külföldi kollégáknak, és jövünk vissza, amint megoldódik ez a probléma. Tartsatok velünk, hiszen az H2K SKT mérkőzés eddig izgalmas, és ugyanilyen lesz továbbra is. Sziasztok! Sziasztok! Flashing, not healing, it was rough, that double kill. Yeah, it certainly was, and it shows like there's a kind of disparity, and we've seen it in the past, but it's not until you're against a great bottom lane. The difference between Hyunin and Kassing. Kassing is so much of a presence in that lane, and when you focus him, he gets a lot of outplays, but they went on Hyunin then, and he backed away very early, mistimed the flash, mistimed the heal, and Kassing still nearly outplayed it by himself, but just wasn't able to get it done. You're a veteran of the bottom lane, Tabe. In those scenarios, you know, I think typically people, you know, say that the support dictates the lane. Your opinion of Kassing and the way that he's played so far this tournament? I think, how do I pronounce his AD? I think Hyunin has a huge mistake of not using double summoners when they're engaging with their enemies. But I think even they use the summoners, they still, it's not an, they can't beat Kalista, because Jinx and Kalista is always loose. Jinx is only good at late game, and Kalista is super good at early stage. But I think why SKT is leading so much now is because of the huge play of Wolf. He has multi-target pulverize, and he saves the team. Wolf's been coming up big, there's no doubt about that. Like, the other thing we're talking about is, why do you blind pick Thresh? Like, Kassing is a great Thresh, but Wolf's Alistar Van is like second to none. He showed it at MSI, he's showing it again this game. He is just able to set up so much, and his knowledge of how much damage he can take with and without ultimate just creates all of these baits. You saw it in the big turret dive down bottom lane. He had his flash still, like just absolutely no hesitation on baiting the whole team into that brush. It's like, what I want to see is more Janna. I want to see Janna blind picks, because it's so good against this Braum that everyone's picking, good against the Alistar as well. And if people start picking Janna, we might see a Soraka, we might see a Nami, and that's interesting to me. New supports coming in. I would love to see the kind of the rock, paper, scissors of support and the bot lane come into play. Something else I want to look at is that top lane, though, because the last time we saw the Darius and Renekton matchup, Marn was on the other side of it, and he was absolutely throwing the hammer down as Renekton. We switch it up this time, he's playing Darius. He's going even in CS, no problem. Yeah, and this is something that I like to hit on top laners, is he changed the tempo of top lane by investing in a second Doran's Blade, and what that does is it actually slows down. Kedves hölgyeim és uraim, igazából eléggé meglepő dolog történt. Ugye jelen pillanatban Odoamne volt az, aki
élt úgymond egy vétójoggal méghozzá a legutolsó csapatküzdelem során. Azt mondja, hogy a saját Renektonjának a kábítása, ami ugye a könyörtelen ragadozó képessége, el kellett volna, hogy nem csak találja a Lisztárt, hanem be kellett volna kábítania ezzel a Lisztárt, és amúgy, ha belegondolunk, egy olyan csapatküzdelemről van szó, ahol ez egy szignifikáns különbséget jelentett volna, hogy az az a Lisztár ott marad-e, de sokkal érdekesebb az, hogy mi történik, ha ennek helyet adnak a bírók. Egy teljesen újrakezdett mérkőzés azért sokat jelent, én azt mondom. Tehát az új esélye kicsiktathatna az H2K-nek, és például egy teljesen feleslegesen odaajándékozott első gyilkosságtól fosztanám meg az SKT-t. Mindenesetre kíváncsian várom a fejleményeket egyébként. Ugye folyamatosan megy az elemzés a jelenlegi mérkőzésnek a külföldi kollégáknál, úgyhogy visszaadjuk a szót, mert mi sem tudjuk pontosan, hogy most újra kezdik-e a mérkőzést, hogyha ugye a bírók is helyén valónak találják ezt az óvást, vagy pedig jön egy teljesen új, és az H2K SKT tiszta lapokkal kezdhet neki ennek az összecsapásnak. Pillanatokon belül jövünk vissza, addig átadjuk a szót a külföldi kollégáknak. Sziasztok! Before, I guess, but I think the card was interesting just because of the point that Tabe highlighted, but it's also important that it was something that I want to touch on, like with the matchup Renekton-Darius. I haven't seen a lot of it since the changes, but I think our opinion of it might be a bit skewed because in this particular game, EDG versus SKT, we need to keep in mind that Amazing J got really screwed over by the lane swap. He got into a lane that I was pushing out and he lost a lot of CS because of that. That is a very good point. I just want to quickly remind the viewers at home, the reason we are at the analyst desk right now is because there's a pause on stage due to a supposed bug. Oduwame claiming that he was supposed to have stunned Bangi in that engagement. It didn't go off. So again, they're looking into the logs, trying to figure out whether or not any of that actually went through, and if it did not happen, deliberating as to whether or not a remake should be offered. As that happens, we have some time to continue to talk about the game. On the side of H2K, given the way that the game has played out so far, right, they're about 3K, 3.5K down, pretty significant number at this stage in the game. What is going to be their ticket back into this game, if anything? I think that's really hard to dictate just because of how far ahead the Kalista is. I would have said that the late game scaling of Jinx once she gets three items should be a recipe to be able to do that, and they should be able to funnel the TF into that lane to really help lock that down. The problem is that he's got like Berserker Greaves pickaxe versus a completed Blade of the Ruined King, which just means that trading becomes nearly impossible in that lane. So if they are going to get back into the game, it would be through the late gaming, I guess, team fight that Jinx can bring with all those AoE rockets, but against a Fed Bang, like that is very difficult. Tall task, to say the least, especially when you have something like a Renekton where you're looking to put the pressure on early, not necessarily to rest on your laurels into the late game. You know, moving away from this game, though, since we have the time, looking at these two teams in the tournament, currently, H2K, there's not a ton of pressure on this game because, as Jat also mentioned, victory here doesn't secure them moving on. The more important game is looking ahead to EDG. So I actually want to take a moment and talk about this team and the preparation that they need to be doing for a matchup against Edward Gaming. I feel like if we take this game they're currently in, it kind of shows that H2K has a very smart draft. I think the TF blind pick into the Evelynn was smart, and it shows that they can adapt. EDG have not shown any kind of signs of adaptation in a pick and ban. They kind of just don't look at the other side of the pick and ban at all and just pick their champions. And I think that is H2K's like kind of key to kind of open up the lock to EDG. I have to mention that because we have put so much emphasis on the top laner, Amazing J, today, and after the game when BKT and H2K, when H2K wins, I hear that from the interview from Shox that Opdowamne said that AJ has a lot of mistakes and it is his job to exploit him. That means, I think it is really important to when someone says he is very confident in winning the lane. So I think, what do you guys think about the matchup against Amazing J and Oduwamne? Yeah, I actually think that that is the case, that Oduwamne is going to look to do that. And I think that once again, SKT have given them some tools. Clear Love is a very good Evelynn player. If that is what is keeping this lane matchup down right now, and they can use that to capitalize and maybe overcommit on Amazing J, there is potential there. But right now, H2K,
the strength in the top lane and the disparity in the bottom lane is actually the way that EDG likes to play because of how strong Mako and Deft is. So they need to be very aware of where they are focusing resources, because once again, you can't let AD carries like Deft, like Bang, get these huge leads. My curiosity would be whether or not H2K adopts a similar style to Bangkok Titans, which is put something hyper-aggressive, put Lulex on Lee Sin, right? We know him as a Lee Sin player. Put him on something aggressive in the early game, as well as laners that have extraordinary gank assistance. Secure yourself a couple early kills in the first, 10 minutes of the game so that you can take over fights when it comes to the Dragon, which is where EDG does fall into large engagements, and they follow through on them entirely, whether or not they're on the losing or winning end of them. I've said this the whole time. Running gun style League of Legends against Chinese teams is very good, because if the game is equal, no, regardless of team comps, the Chinese teams will fight you. They cannot give up objectives. It's like against their DNA or something. So exactly what we saw in that SKT game where they just went hard commit, they will continue to do that if you pick early game against them. And also it's kind of perfect because Kassing is also known as the trash player. And I think he's the kind of guy that can impact the map the way, same way Moss did in that game. And like, speaking of Odoamne, coming into the tournament, I saw him as a weakness. I saw Lulex as a weakness. But I think Odoamne has played in this tournament better than he has all split long. So that is very important to highlight. Upside for them there, especially considering the meta as of right now. But other than Amazing J that I mentioned a lot today, I think EDG's bot lane is far better than H2K's bot lane. We can see that just now, the bad execution of the ADC Jinx, I think there will be a really hard time for Heyanan to against Deft. Yeah, I completely agree with that, especially if Deft wants to continue to play these aggressive picks like the Kalista, like Lucian. He has shown that he will play a bully in the bottom lane and not let the other AD carry scale. And it's bit him a couple of times because they have fallen a little bit behind. But if that goes right for you, you just means that you explode through the mid-game team fight much earlier. Now, let's return to this game for a brief moment. Going back through the picks and bans, we see, again, a very interesting combination of, well, if Kalista is the one that's getting out of control, is there not a way for H2K to deal with that, given the TF and the Renekton being able to get in, stun up on Kalista and keep her in place, deal enough damage to get her? I feel like, personally, the matchup, like Jinx Thresh into the Kalista Alistar, is just such a polarized matchup that you can't really judge like based off of play. While we know Yharnam misplayed in that particular engagement, there was just no way for them to win that fight. I feel like the Jinx was kind of way too confident to pick. Like, you have to keep in mind consistency. Maybe they wanted the lane swap, maybe they had some other idea in mind, but that is like a gamble. And I feel like they should have just went for a safer pick because the Kalista came in early from SKT, and maybe they should have went for the Corki, first Corki of the tournament. And the other thing you have to remember against Kalista is she has one of the easiest itemizations into third item QSS out of all AD carries because of the double attack speed and lifesteal without having to go into it. And because of the delayed item purchases of the Renekton, he had to go a second Duran's Blade. He's not going to get armor for an extended period of time. So there is a potential for Kalista to itemize much easier towards a QSS before she picks up that last Whisper, and it can set up the team fight in their favor. Afforded a lot of leniency there. Also, too, if we look at picks and bans, Jat mentioned this as well, or perhaps Monty. They mentioned the fact that SKT has been banning essentially the same three champions every single game when they're on red side, which is indicative of the fact that they know that they can outplay a team as long as they remove the power picks from the table. So again, they're not having to show too much. They're not being forced to show too much in that regard, yet they're coming out with these unique champion picks and saying, we've got everything covered. There's, you know, they're looking more and more like a heavy favorite, even though they are not necessarily in the strongest group in terms of depth. Yeah, my opinion is that SAT have shown one thing in this group stage, and it's that they are currently the best team in the world. Like, it is up to other people to beat SKT. They have given absolutely nothing away at this point. It's like what I feel if I take a look at SKT, the information they've given us just makes it harder to prepare. It's like, what are you going to do about the Renekton Darius? Like, we've seen teams there just hesitate to pick Darius against SKT. That is just a massive advantage. He plays Malphite. You can't pick Fiora. There are so many things right now that SKT have just said, we don't care about the meta. Yeah. We will beat you. Now, Tabe, when you look at a team like this, we're looking at SKT in their current form, and you as a team are going to have to go up against them in a best of five group stage or bracket stage following this. What would be your approach to a team like this that seems to have so many different formulas for success?
Because just like Yamato just said, it is very hard for us to prepare to against a team with. Szép jó estét kívánunk ismételten minden kedves nézőnknek. Ugye említettük, hogy az H2KSKT összecsapás során, ami most is zajlik jelen pillanatban, Odoamne volt az, aki kért egy játék leállítást, egy pauzt. Ugye pontosan annak köszönhetően, mert úgy gondolta, hogy a csapat küzdelem során a Renekton-jával kábítania kellett volna tudni Eve-et. Na, a bírók ugye újra nézték ezt az egészet, és végül döntést hoztak, az volt ugye a kérdés, hogy helyt adjanak ennek a bugnak, hiszen, hogyha igen, akkor újra kellett volna kezdeni ezt a mérkőzést, de végül nem fogják újra kezdeni ezt a mérkőzést, méghozzá azért, mert tényleg Renekton be kellett volna tudnia kábítani a Odoamne-nak, viszont az összes többi képesség, amivel a távolságot le tudták volna dolgozni, ugye nem volt elérhető, tehát a bírók elvetették végül az óvást, és folytatódik a mérkőzés. Ami ebben a pillanatban egyébként meg is történt, így van. 6-2 tehát a gyilkosságok állása az SKT javára, és egyébként kis érdekesség, hogy 4000 aranyjal már vezetnek is. Na de ennek jelentős része ugye Bengen központosul, és erre szerettem volna kitérni egyből a szünet után, hiszen szerintem egy nagyon nagy kérdés, hogy Kalista ellen alapvetően mit tud csinálni jelenleg az H2K csapata. Két biztos kábításuk van rá. Az ugye a Twisted Fate kártyát, illetőleg Odoamne-nak a kábítása, amivel ki lehet zárni egy pár pillanatra a mérkőzésből, de hogyha ezeket nem tudják érvényesíteni ellene, akkor mit csinálnak? Hiszen azért egy robbanó hordó elől vígan félre tud ugrálni egy Kalista, és a húzások elől meg aztán még vidámabban. Nézd meg, egyedül sárkányozik egyébként. Az első sárkány ott van az SKT-nél. Ha jól láttam, talán 1200 életerőt tudott kitépni a sárkányból, de sárkány legyen a talpán, aki ezt bírja, és így ugye, ahogy te is mondod, 6% bónusz fizikai és mágikus sebzés kerül. Az SKT oldalán a Ryu nagy bajban van, hiszen megjött Bengi és Easy Hun is, a pokoli akna még találhat, de megjött Wolf! Boom! Jött a Bika és fölnyársalta a Ryut. Nagyon nagy fókusz az SKT részéről a középső ösvényre, egyelőre sikeresen. Most először látom, hogy miért hívják tényleg porrázúzásnak azt a képességet. Twisted Fate megszűnt létezni, viszont ugye neki van már bázisvédő kiegészítése a cipőny, tehát ha a teleportjától nem is szabadul meg, vagy a végzettől, amelyek egyike sem elérhető még jelen pillanatban, akkor is gyorsan vissza tud érni a középső ösvényre, és hát szépen lassan 40-re dozadó farm lemaradását csökkentheti. Viszont ahogy mondtuk, az H2K-től várjuk az agresszív őrszemezést, az északi dzsungelben ez megfigyelhető némiképp. Csak hogy az SKT-nek, mint mindenre, erre is van válasza, ahogy a déli dzsungelt nézzük, és hogy a játék korai szakaszában a sárkány élvez előnyt, nem pedig a baronna sor, tehát az előnyösebb őrszemekkel egyértelműen az SKT rendelkezik. És Odoamne esetleg bajban lehet. Marin ott áll a bokorban és vár. Nincsen rálátása annak a Renektonnak, és azt figyeljük meg, hogy nem kezdeményezettől függetlenül Marin. Úgyhogy nincsen nagy gond, a meg 15 csapás kikerülik, és itt van a végzet is. Sárga kártya Marinnak, hiába jó az elfogás, ez már ide kevés, egy gyilkosság az H2K-nek. Cserébe az SKT elhozza a vörös szederhátat, na kinek? Hát kinek? Bangnek! Az egyébként a jó Ryu játékában, hogy minden egyes gyilkosságra van egy gyilkosság válasza. Tehát miután őt lekaszabolják, nem megy vissza a középső ösvére, hogy esetleg ki tudják kapni a torny alól, hanem elvándorol és máshol előnyhöz jutatja a csapattársait, amire egyébként szükség és van jelenleg az H2K-nek, és láthatod azt is, hogy az arany előnye csökkenni látszik az SKT-nek, még ha csak minimális mértékben is, 3500 jelen pillanatban, és Odoamne azt a felső ösvény tornyot el fogja tudni hozni, hiszen nincsen teleponja Marinnak, teleportja. Egyelőre legalábbis, és ugye Evelyn sem fordult rá a főső ösvényre, egyszerűen hagyták, egy-egy így a tornyok aránya, és 3000-es az aranyerőny továbbra is az SKT-nek. A makrójáték szempontjából az északi részt a saját dzsungelében az H2K uralja, míg délen, ugye pont a vörös szeder, hát lopásból kifolyólag is, valamint az H2K alsó ösvényes torony hiányából következően is az SKT uralja. És mondtuk, hogy a mindent látó őrszemekre akkora hangsúlyt talán nem kell fektetni az H2K-nek, ha sikerül kitenni minden őrszemet az SKT dzsungelében. Mivel ez nem sikerült, ezért láthatod, hogy most már azért kezdenek beülteni ilyeneket is. Egyelőre egy kihelyezettel már rendelkeznek is a saját dzsungelükben.
a déli dzsungelben nevezetesen. Mivel, hogy a másikat éppen most hagyja ott Easy Hoon, hiszen azért zárta a sorait az éjstük és a közelben voltak, veszélyeztetni magadat és a testi épségedet pedig egy mindent átőrszi, mert teljesen felesleges. Jó volt a visszalépés az SKT-től. Közben amúgy érdemes figyelni majd Easy Hoon-nak a pokoli akna játékát, de annyit kell tudni erről a képességről, hogy területre ható sebzést okoz, de hogyha egy célpontot talál, akkor másfél vagy kétszerezi a sebzését, ugye, a pokoli akna sebzésének, tehát jelentős sebzést tud egy emberre kiadni Easy Hoon, akár jó robbanékony oldó és minden, ez a Karthus meghal! A 8 másodperces passzívja viszont most kezdetét veszi és farmorásra használja el, gyászcsapásra már nem lesz idő, Marin pedig majdnem elkapja Jarnán, közben bang, tornyot cserél egy gyilkosságra. És pont arról beszéltek. Ajaj, végzett. Hát ez megint egy gyilkosság. Marin nagy bajban lehet, és nem jön segítség a csapatától, mert nincs kinek jönnie. Nagyon jó, Jinx-el hoz egy gyilkosságot, és így az H2K valamilyen szinten szépen lassan kerül vissza a játékba, bár az aranyhátrány még mindig 2500. De dolgozzák lefelé, és ez az, ami említésre méltó. Középső ösvényen pedig ott van Bang, de tornyot dönteni azt nem tud. Ezzel ellentétben Jarnán, akinek ugye, hát van egy gépágyúja, darabokra szedi az SKT tornyát, közeledik, ugye azonban Bengi, akinek van már sebzése, de Jarnán passzívját még ő se tudja lefutni. Közben Odoamne egy őrszem mellett próbál éppenséggel hazamenni, és egyelőre most az SKT sokkal több őrszemmel rendelkezik, mint az H2K, és nem lepődünk meg, hiszen majdnem minden talizmányukat fejlesztették már. Bang is a kristálygömbét tudta fejleszteni, ami azt jelenti, hogy sokkal távolabbra tud már ugye ilyen kis kék gömböt helyezni, amit láttuk is most, valamint egy őrszemet az is lerak, aminek ugyancsak egy életereje van, de egy jó darabig az is ott van. Tehát a rálátás. Mit mond az SKT? Pakoljuk tele őrszemekkel igazából az egész időzők szurdokát folyamatosan, és üssünk rajta az éjszukén, ahol csak lehet. Az elmúlt másik percben amúgy ez fordítva történt. Baj lehet itt, kérem szépen, elfogynak a minionok, jön Wolf, és nem jó a porrázúzás tőle. Maximum arra, hogy a minionok előpusztultak el. Így az H2K beragad valamilyen szinten a középső ösvényre, mind Marin és mind Odoamne tud zárni, valamint Bang is amúgy elindult lentről. Amire pedig már a korábbiak folyamán kitértünk, az az volt, hogy mit tudnak majd kezdeni egy Kalisztával, aki 4-0-ban van. Ugye jellemzően az első tárgya, leteszített király kardja után egy Runál Hurikánt vásárolnak az imént említett játékosok, de mit csinál Bang? Teljesen biztosra megy és azt mondja, hogy előtérbe helyezi a biztonságát, sejemövet vásárol a leteszített király kardja után, és a második sárkányal egyébként gazdagodik az SKT, hiszen a kiszakításnak köszönhetően pláne egy etetett Kalisztával semmiféle ellenállásban nem ütközhet ez a sárkány próbálkozásuk. Plusz torony sebzéssel így már rendelkezik is az SKT csapata. Közben amúgy középen van egy teleport, de itt az alsó ösvényen Jarna lehet nagy bajban, nincsen láncsapda sem most már nála, és közben egy-egy ember cserél a két csapat, gyászcsapás nem használ el megint Easy Hoon, le fog járni a passzívja, az alsó ösvényen elhozza a kettes tornyot, Wolf Bangy Bang, hármasa, illetve a középső ösvényen a külső tornyot már el fogja hozni az H2K, kérdés, hogy mennek-e beljebb. Egyelőre egy toronycsere volt, de vajon Bézrész kirakult-e? Ez az igazi kérdés, hiszen félholcsapás már van Ryun? Nem. Valóban egy-egy toronycsere az, ami megvalósult. 19. percnél pedig Baronra, hát nehezen tudna fordulni még az éjszakai csapata, meg egyébként se rendelkeznek elég sebzéssel. Tehát Bangnek az előnyösebb pozíció miatt még egy piros is jut. Easy Hoon rosszul pozícionált, és ezért bünteti is mind Odamnál, mind pedig Ryun, majd pedig, mivel hogy Kassing is a környéken van, hát ő meg tudja menteni Ryut. Majdnem elmenekült. Két villanást minden esetre el kellett használni az H2K-nek a gyilkosság megszerzése miatt, de ugyanettől Easy Hoon is megszabadult, ne feledjük el. Középső ösvényen dől egy torony az SKT jó voltából, így 3-4-re módosul a tornyok állása, és az a 3000-es arany előny még mindig 3000. És közben amúgy a főső része az SKT dzsungelének tele van H2K őrszemekkel, és mindent látó őrszemek is vannak elhelyezve a pályán, tehát
folyamatosan így el az Ace-UK is a rálátás, és most már például Obamne is fejlesztette a talizmányát, ráadásul náluk kettő darab látókő van még az SKT oldaláról. Bengi kicsikét le van maradva, ő még nem tudta a látókövét fejleszteni, és valószínűleg nem is fog azt vásárolni, hiszen ő inkább a talizmányát fejlesztett, és valljuk be őszintén, a talizmán fejlesztés is ad egy extra őrszemet, amit le tudsz tenni, egy extra láthatatlan őrszemet, de egy látókő azért sokkal, de sokkal nagyobb mobilitást és több lehetőséget tartogat magában. Ehelyett mit vásárol Bengi? Egy kis plusz varázs ellenállást az egész csapatnak, ezt ugye a légió egészet teszi számára lehetővé, és ebben a pillanatban sikerült egyébként ezt a tárgyát befejezni, tehát amellett a sebzés mellett, amit a runapalos garantál számára, még tankossággal is fel tudja ruházni az egész csapatát. Úgyhogy én azt mondanám, hogy Bengi egyelőre hasznosabb tud lenni a csapata számára, ha a környéken tartózkodik, mint Lulex. De erre majd visszatérünk egy esetleges csapatharcnál. A mélységi jogart szeretné Easyhun befejezni pillanatokon belül, és jó úton jár. Ó, Jan, nem bajban lehet, de jó az ingyen taxi, közben pedig érkezik Darius, és Marin villan, kivillan a dobozban, és ez azt jelenti, hogy Jarnannak annyi. Kassingon van a fárasztás, lehet tovább menni, de már itt van egy torony. Kassing mit csinál? Meghal. Minden esetre kettő embert veszít az H2K, az SKT pedig szeretne tovább menni középen. Miért? Mert egy torony nagyon, de nagyon értékes pénzforrás, és tele vannak életerővel. Megteheti. Önmagában azt mondanám, hogy jó volt a próbálkozás Lulex-től, hiszen a robbanékony hordóval Easyhun, aki az előző rajtaütés során megszabadult a villanásától, távol lehetett tartani, de egyetlen egy ember távoltartása még sajnos kevés, ugyanis Marin is érkezett a teleportjával, és így le tudta követni a gyilkosságokat az SKT csapata. Kettővel gazdagodtak, és 10-6. Ennek köszönhetően a gyilkosságok állása. Esetleg Bengi az, aki beragadhatna, viszont ne felejtjük elő, egy láthatatlan dzsungeles, tehát az exakt pozíciójáról nincsen fogalma se az H2K-nek, attól függetlenül, hogy pofátlanul végigjárkálja az H2K dzsungelét. Közben amúgy jelen pillanatban, mivel hogy 10-6 a gyilkosságok aránya az SKT javára, ugye tudjuk, hogy az előző csapatküzdelem során egyszerűen az H2K megint valahogy kicsikét beszorult. Azzal, hogy Bengi tud kezdeményezni, ki tudja használni rendesen a láthatatlanságát, nagyon nagy bajba kerül az H2K, és Járnának a pozícionálásán van mit javítani, mert ha őt kiveszik, akkor sajnos a sebzésének szinte a legnagyobb részétől elesik az H2K. Nem véletlenül építi egyébként a Randuin Omenjét is oda, ám ne ezzel Bang ellen szeretne hát valamennyi páncélzattal rendelkezni, plusz azért az a lassítás, illetőleg támadási sebességlassítás is hasznos lehet, pláne egy Kalisztó ellen. Amellett, hogy egy vérszomjas hidrát már be tudott fejezni, tehát megint nem a titán hidrát láthatjuk a felső ösvényes reaktor esetében. Ez nagyon sajnálatos, eddig még csak Rek'Sai esetében láttuk ezt a tárgyat, pedig ennél többre érdemes. Kassing és Hjarnan visszavonulót fúj a középső ösvényen, hiszen az SKT előnye az most jelentős, és így harcot kierőszakolni talán nem volna célra vezető. Odamnének ugye van teleportja, és levándorolt az alsó ösvényre, Marinnak nincsen ugyan, de ő a baronnasor környékén helyezkedik el, így neki nem kell majd annyit rohannia, mint ellenfelének. Egy perc a következő sárkány, ami kiegészítéssel ugye még az SKT csapata, SKT már rendelkezik, de az H2K csapata még egyel sem. Közben megjegyezném, hogy az, hogy az H2K ennyi mindent látó őrszemet hord magánál és tesz le a pályára, ez jelentős anyagi befektetés az ő részükre. Ráadásul folyamatos Bengit sikerül kikapni! Boom! Még egy robbanékos, még egy halálos ítélet! Oh. Szegény Bengi mindent megkapott közben, Odoamne a legyőzhetetlenséget elnyomva megy előre. Benget sikerül bekábítani, de ugye van rajta egy gigantsejem, Wolfnak is kimegy a törhetetlen akarata. Azt a bocit nem érdemes sebezni jelen pillanatban, el is használja amúgy a villanását, mert nem tudott jól fordítani. És ott van Marin, aki szintén nem kezeli, ez Benget sikerül bekábítani, nincsen már robbanékony ordó, sikerülne Benget megölni, Marin jöhet közben, de nem jön, rosszul jön. Lulexet megöli a torony közben, Kassing is meghal már biztosan a gyászcsapásnak köszönhetően, és mekkorát szakít az a kartusz végső képesség. Ryu, Jarnan és Odoamne ilyet majom fürgességével hagyja el a középső ösvényt. Easyhun pozícionálása gyönyörű szép volt a tornya alatt. Végig állta a sebzését az H2K teljes csapata, mind amíg élt, mind pedig halála után is, és ennek köszönhetően 2-2-vé módosul az a csere, ami alapvetően hát az H2K-nek akár még egy ász is lehetett volna. Túlvállalta magát az európai csapat, na de mindegy, a sárkány ugye él, és erre így
Sárkány él, úgyhogy gyorsan meg is halt. Bangnek köszönhetően 5-0-4-es Kalista. Nagyon durva. Egyszerűen nem is tudunk róla mit mondani, és látszik, hogy Bang hihetetlen szépen játszik, és pont amit te kiemeltél, hogy ezt a híván sejmövet megvásárolja. Szinte ideje korán lehetne ezzel a kifejezéssel élni, hát nem volt az korán. Pont időben, mert emiatt tudott életben maradni, például az előző küzdelem során. Így is van. A statik töltőpengét pedig járnan szeretné magáénak tudni. Láthatjuk, hogy nem igazán rendelkeznek egyébként gyors mirénen áttakarítással a játék jelen pontján. Ugye a Twisted Fate-nek majd a kártyái leradírozzák a mirénöket, de nem most, majd egy pár perccel később. És hát azért a Jinx rakéták is majd csak akkor ütnek igazán nagyot, kritikus találattal, amikor 20 perc múlva erre visszatérünk. Bengi már pozícionál. Középsősvén kialakulhat harc, de ugyanígy az alsősvén is, csak hogy ezzel Ryu tisztában van. Van neki zonya homokórája, Marinnak pedig van villanása, meg guillotine-ja, minden mi egymásra. Egészen konkrétan Marin, ha akar, tudott volna kezdeményezni, ugye most töltött be a villanása, de inkább nem. Inkább csak provokálta egyelőre Ryu, de Ryu most már sokkal, de sokkal bölcsebben játszik, mint a játék első szakaszában igyekszik odafigyelni arra, hogy szegényt fókuszálják, és előfordulhat meglepetés, amelyet neki szállnak. Abból következtethetünk a Barom Nashor közeli próbálkozására az SKT esetében, hogy vásárolt egy elixírt Bang. Ennek köszönhetően lesz neki életlopása, plusz sebzése, hát meg igazából mindene, amire szüksége lehet. Csak az a kérdés, hogy ezt mennyire használják majd ki? Bang ugyanis már itt van. Ó, itt van, és nagyon jó volt tőle a végső képesség, és Ryu bajban! Homokórát nem tud elhasználni, jelen pillanatban túl sok volt a kábítás, Wolf megy tovább, és megjött Marin! Az előbb körbe-körbe rohangált, most jókor érkezik, kettős gyilkossága egyelőre Easy Unnak, majd Evelyn elhoz egy harmadikat, lehet fordulni a Baron Nashorra, lár, látjuk amúgy, hogy Lulex helyezkedik, de nézd meg, az SKT kezdeményez, és hogy? Három gyilkosság, ingyen gyilkossága jussuk ezért cserébe, meg egy Baron Nashor, bár Lulex a közelben van, neki sújtása elérhető, de a robbanékony hordó már nem, és így az biztos, hogy ő már meg fog halni. Csak az a kérdés, hogy a Baron kié lesz? Ez két ilyen kié mási. Természetes módon Lulexnek pedig innentől kezdve nincs megállás, futnia kell, az egyetlen egy dolog, amiben reménykedhet, az egy öngyilkosság. Nem rossz ötlet, de félek attól, amúgy, hogy megérkezik Marin. Szevasz! Boom! Még gyorsan láthattuk, hogy az H2K logó felvillan. Minden esetre nagy bajban van az H2K továbbra is. A 28. percnél járunk, 10.000 arany körüli az ő hátrányok, és jön egy visszajátszás. Ahol a Bengi kezdeményezését lehet megfigyelni három emberre. A végső képességét tudja érvényesíteni, utána pedig már Wolfon van a hangsúly, hogy Ryut kizárja a mérkőzésből, ez meg is történik. Az első gyilkosság az SKT-nek megvan, Marin két embert vissza tud húzni, és még miatt járnám villana és gyógyítana, a lassítása ott is van rajta, innentől kezdve pedig az is biztos, hogy további két gyilkossághoz hozzájuthat az SKT. 16-8 a gyilkosságok állás, és a végzettel igazából csak menekülni szeretne Ryu. És így sikerült is számára. Egyelőre az H2K pozícionálásával vannak gondok, azt kell, hogy mondjam, az őrszem játékára oda kell figyelni, hogy például az ilyen oldalsó Marin érkezéseket köszi lehessen látni, és például most volt ott őrszem, tudta jól járna, hogy jön az a bizonyos kosárlabda palánk az arcba. Viszont, ugye ne felejtsük el, hogy van Baron Nashor erősítés továbbra is az SKT játékosain, így a középső ösvényen lehet előre menni. Marin is itt van, inkább nincsen váltott ösvénytolás, közben Bang kap egy kis sebzést, azok a rakéták már tudnak kritikus sebzést okozni, mellé megy a halálos ítélet, itt kóstolgatás megy a javából, és Jinxnek köszönhetően azért nehezebb kihasználni, azt kell, hogy mondjam, azt a Baron Nashor erősítést a nagy minionokon. Igen ám, viszont van most már zonya homokhórája Karthusznak. Van Sterak kihívása Dariusnak, tehát be lehet menni torony alá, erről is van szó. Nézd meg fél életerő nagyjából, egyetlen egy gyászcsapásból, ez bizony torony, megkezdeményezés! Ó, túlvilági hívás Wolfra, és Wolfra most már rajta van a töleted, a akarat nem sikerül ennyi idő alatt őt elpusztítani. Meghal Ryu, Bang, pedig még Jarnant is el szeretné hozni, mi az, hogy el szeretné? Elhozza! Hármas gyilkosság Bangnek! Bang! Kérem szépen, az SKT eddig hagyta a játékban az H2K-t. Volt remény, volt egy játékmegállítás is,
de az SKT végül 29 perc után a végső csapás ráméri az H2K-re, bedől a Nexus, és az SKT most már 1000%-osan csoport elsőként fogja végezni a C csoportba. Ez a győzelem azért hagy némi kívánni valót maga után, de vegyük szépen sorra a dolgokat. Jelentős mértékben közrejátszott az az első gyilkosság, amit ugye föladott Ryu, idézőjelesen természetesen, hiszen nem csak és kizárólag az ő hibája volt az első gyilkosságnak az odaadása, remekül pozícionált az SKT összes játékosa is, de hova került az az első gyilkosság, ha még emlékszel rá? Bankhez bizony, Kalista repülő rajtal indultott meg a mérkőzésen, és még ha ez nem is történik meg, akkor is elvette volna véleményem szerint Jinxet az ösvényen, hiszen Kalisztának ez a dolga, az ösvényen dominál, nagyjából mindenki ellen, és ha még mellé egy gyilkosságot is kap, akkor nagyon hamar be tudja fejezni a letisztított király kardját, tehát az a plusz 400 arany az egyik legjobb helyre került az SKT csapatán belül. Tény, hogy sokat beáldoztak ennek megszerzése érdekében, de kifizetődött ez számukra. És ez még csak ugye a Jinx választás volt, Darius remekül tudott érkezni a teleportjaival, és nem egyszer láttunk tőle több emberes behúzást, ami lehetővé tette a több gyilkosságnak való lekövetését csapata számára. Tehát most nem egy olyan Darius láttunk, mint például Bozna, aki bemegy és pentázik, persze az se így történt, de értitek, hanem egy olyan Darius, aki a csapattársaira iszonyat nagy hangsúlyt fektetett. És hadd tegyem hozzá, hogy Marin viszont megállja a helyét Renekton ellen is, hiszen ugyanazokat a tárgyakat próbálta bevásárolni, ugye Odaanna is, amit Marintól láthattunk korábban, de nem volt elég. Ez nem egy 10-0-as Renekton volt. Nem volt egy 10-0-as Renekton, ráadásul még azt is tudni kell, hogy tényleg dominálni tudott az SKT. Folyamatosan, szépen lassan szedte és dolgozta elő az előnyét az SKT igazából a Spice-ból. Azt kell, hogy mondjam, hogy lassan, de biztosan nyert az H2K-vel szemben. Kicsit nyögvenyelősebb volt, mint mi azt gondoltuk volna. Ez az H2K-nek az érdeme. Ettől függetlenül mi nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Volt egy hosszabb szünet is, úgyhogy mi most veszünk egy mély levegőt, át is adjuk a szót a külföldi kollégáknak, ahol már a twitteres kérdésekre reagálnak. Ez minket is érdekel. Tartsatok velünk viszont, hiszen még hátra van ma két mérkőzés. Ráadásul, hogyha az H2K elveri az Edward Gaminget, akkor három mérkőzés is. Úgyhogy maradjatok velünk, lehet ez a nap még a mostaninál is sokkal izgalmasabb. Sziasztok! Sziasztok!